Ha szeretnél menni és olcsó játékokat, akkor csekkoljátok le a gtv.com-ot, a link a leírásban. Sziasztok! Csekkoljátok le most a shopomat a különleges PGT és Danis termékekért, és akár most engem is megkaphatok, hogyha szeretnétek. Link a leírásban. Sziasztok, sziasztok! És hát most nem más lesz, mint bizony elkezdünk egy, egy ilyen, nem tudom úgy mondani nektek az ilyen videós, stúdiós féleségemet. Szóval, ja, igazából ezt a stúdiót csináltam, nagyon menő szerintem, meg minden nagyon királya, nem nagyon volt jobb, meg ilyesmi. Szóval, ja, ez itt a... Mit nevetsz már megint, mondjad? Semmi, de most ez komoly. Ez a videóstúdiód? Hát igen, itt a kis telefonom, 360p, 10 fps, 1 megapixel, tök jó. Ez csúcs telefon szerinted? Ezzel szerintem átvertek. Hát szerintem tök menő. Miért vannak virágok? Miért földből van? Ez így nagyon gagyi. Kicsit kigazolok, várjál, most már jó lesz, na. Így néz szépen, nagyon jó. Na, hát akkor kezdjünk is bele. Szóval, sziasztok srácok, én Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóban, juhú! Dani, ez így nem fog működni, ez nagyon gagyi. Az enyém sokkal jobb. Mint a tiéd, hát világítás, hát ez nagyon gagyi, földből van, de... egy megapixeles kamera, ilyen, és... Dani Voxubio, mi? Hát... De meg ez világítás szerinted, ez alapból ugye itt jön a kamera, és belevilágít a kamerába, gratulálok. Jó, hát akkor így arrébb, oda, fel, valami, szóval jó ez? Nem, ez így az egész egy gagyi, ezt így bontsuk le. De nem már! Miért ez gagyi. Mondtok? Ne bozd már le a stúdiómat, na! Jól van! Jól van, igazi stúdiónak, követ! Ha, Istenem! Jól van, megnézem! Oké, várjál, a telefonomat Istenem. Hozom, nehogy ellopják. Ó, az biztos mindenkinek annyira kelleni fog. Hát ki na, tudja, itt na! Van a kis stúdió. És hogy lehet ide bemenni? Első problémám, hogy lehet ide bemenni? Ja, hogy karral. Igen, így biztonságot. Jól van, oké. Gyere be. Igen. Itt a stúdió. Van három igen. Darab kamera, abban kettő webkamera. Ez zöld háttér, mikrofon, control monitor, sugógép, illetve egy nagyon nagy minőségű kamera. Ezt a gagy, ezt láttam 500 forintért. Aha, ezt látod 500 forintért, az hamisítvány volt. És mielőtt amúgy mindenképpen még elkezdeném mondjuk itt videózni, egy ilyen szerencsebájítalt ide mindenképpen kell tolni. Mert hát ez szerencsés. Jó, szerintem nem annyira jó amúgy, tehát hogy... Mi? Nem hiszem, hogy ez annyira jó amúgy, nekem nem tetszik. Mi nem tetszik ebbe? Hát neon csövek vannak itt, control monitor, szerintem mi kell még neked? Szerintem gagyi. Itt az izény zöld háttér, kivágod a hátteret, ide jössz, hogyha játszani szeretnél, ketten is tudtak egyszerre nekem... játszani, ne idegesítsél fel. Az enyém jó. A tiéd földből? Abszolút jó! Tartozom, nehogy ezt a végén betörj, ezt a ne dobd a kamerába. Viszont még srácok, még mielőtt folytatnánk, ezt szeretném mondani, hogy iratkozzatok fel mindenféleképpen a csatornámra, meg a csatornánkra, meg kis csatornára is, tök mindegy, ugye kisnek is van egy csatornája, de mindenféleképpen erre a csatornára is iratkozzatok fel, és dobjatok egy lájkot 3-ra, 1-2-3, bum, most, na jó, oké, köszi. Na szóval, oké, folytassuk, szóval, mit mondtál a stúdiómról? Gagyi? Nem gagyi? Igen, gagyi. Tudod mi? Tudod mit fogunk csinálni? Én felújítom, neked már kedves vagyok. De most komolyan szétszed az egészet? Nem, újraépítem. Először legyen ilyen maga. Oké, jól van. Akkor én meg újraépítem a tiédet, oké? Az biztos, hogy nem. Oké. Nem. Menj innen. Oké. Menj innen. De te kreatív osztaló. Nekem ez pénzbe kerül, de hogy szétrombok. Nem. Én is átépzem a tiédet, jó? Jó, nem építem át, esküszöm, akkor videózzal, Gagyi. Akarom mondani nagyon jó közegedbe. Milyen Gagyi? Semmi, nagyon jó. Na, menjél szépen, most már elkezdted, menj, gyerünk. De mit feltem? Na, jó és van, van átépítem a tiédet, jó? És itt a földed. Nem, nagyon drága volt. Gyere, harcolj meg velem. Jó lesz, hidd el, nyugalom. De mind nyugalom. Jó, a kamerákat visszem, nem is. Monitor. Jaj, hagyjál már azokkal a gagyi kamerákkal! Milyen? Nem kellenek! Mi ez a green screen? Legyen ez itt fából! Ilyen zöld! Nem idegesít téged ez a Ricky túl zöld? Mi az? Semmi! Jól vagy? Nem! Átdizájnolom a stúdiódat! Meg hát tudom a... Itt téged szeretnek a faluban a legjobban, a nézzük a te stúdiódat valamiért, nem tudom, egy kicsit ilyen...
Kicsit érdekes. Mint hogyha ilyen robbanós lenne. Mi csinálsz? Ne. És robbantja fel, ne! Nem robbantozott fel. De! Ne! Emberek, ez valami csinálta! Kapjátok el, rendőrök! Bosszú állók! Nem! Várjál, Dani, ezt meg tudjuk beszélni! Meg tudjuk beszélni! Itt vannak a bosszú állók! Ha! Namizu! Namizu! Na mi a helyzet? Jól vagy? Jó, amíg... Szerinted... jelenleg mindjárt szétdurranok! Sajnálom! Ez nem direkt volt. És te ebben a pillanatban képes vagy inni? Gyere! Tessék, várjál, valamit kihagytam a felújításodból. Na mi? De miért? De már! Gyere! Na mutasson, mit szeretnék. Várjál, amúgy adok egy kis ajándékot, tessék ezt az én, így na. Köszi szépen. Tudod, mit fogok vele csinálni? Várjál, itt az új stúdió, tessék, itt az új stúdió, ennyi. Köszi szépen. Ezt a stúdiót arra fogjuk használni, hogy felrobbantjuk a jó kis telefon. Ne! Tudom, ezt a telefon, ha? Ennyi a nagy tűzkategória egy telefonodról. Oké, és hol van a G-Man stúdiód, meg mindenféle extra durva kamerád, ha? De tényleg. Tudod, hol van? Na? A boltban, ugyanis vettem pótkellékeket, és vissza kell mennem érte a boltba. Azt nem fogom direkt azért sem megmondani, hogy melyik bolt, hogy nehogy bemenj. Oké. És hát nem mindenből van pót, mert például monitorokból nincsen úgy, hogy azt én kikövetelem tőled, akár kajában, akár pénzben. Jaj. Add ide. Na most van, nem látsz engem. Na vajon hol leszek? Nem hiszem, hogy a boltban, mert nem tudom, melyik volt. Így van, nem tudom. Várja, tuti, hogy itt jobbra van. Elmentem! Hello! Istenem, nehogy bemenjen a boltba! Nehogy bemenjen a boltba, szerencse bájital. Könyörgöm, ne menjen be, szerencse bájital. Gyorsan? Jó. Hát így gyorsan felveszek. Elmentem, nem tudja, hogy itt vagyok. Sziasztok, srácok, én kis vagyok. És Dani szétrombolta a stúdió... Ne! A marketing vezér a kamerám! Ami 1 millió forintba kerül! Szia! Nem áll! Robbanj már fel! Gagyi vagy! Miért nem? Mert olyan múl vagy, hogy még egy TNT-t se tudsz felrobbantani, jó, azért! Jó, oké, tessék, felrobbantam az egészet, ennyi volt! Nem vagy próvideós, meg semmi, te kezdtél engem nubozni, hogy gagyi a stúdióm! Most komolyan mit vártál akkor, hogy te egy föld stúdióba kezdted el? Hát oké, de attól függetlenül nem kéne engem szídnod! Oké, de Dani, én jót akartam neked, hogy az én stúdiómba esetleg beengedtelek volna. Aha! Igen, elkezdtél engem kigúnyolni, hogy gagyi a stúdióm, meg minden ilyesmi. Miért? Ilyen 30-szoros vacsoráért cserébe beengedtelek volna napi egyszer a stúdióba. Oké, csinálom a saját stúdiómat, szia! Köszi, ez az én stúdióm. Nem, ez az én stúdióm. Menj innen. Most felrobbantod? Pedig amúgy neked akartam adni, na mindegy. Aha, persze. De igazából minek robbantanám fel, hogyha úgyis szétromboltad magad. Amúgy vágod, hogy tök mindegy, hogy mit robbantasz fel, nekem úgyis game modom van. De, ne legyél ilyen. Lol. Így is, hogy ilyesik. Szóval, akkor nézzük, hogy robban. Most ezt akarod izélni? Nem, hogy inkább csinálnánk egy új stúdiót közösen, vagy valami? Közösen? Hát azért, álljon ez már meg a menet! Ez a minimum lenne, csak szólok amúgy! Tudnék, én inkább építek TNT-ből stúdiót! Jól van, csináljad, én viszont addig elköszönök, mert hát ja, igazából így is már szerintem elég szétszivatlak téged, meg hát kiderült, hogy kinek van jó stúdiója, hát igen, nekem! Jaj, igen, a
Na jó, srácok, kész szépen, itt voltok velem ebben a videóban. Ha tetszett ez a videó, akkor mindenféle mutatok egy like, iratkozzatok fel a csatornára, minden kisnek a csatornára is majd iratkozzatok fel. Ugye kis kalandjai, meg ilyesmi. Szegény közben mindjárt felrobbantja magát, szóval ja, de kis, ne bánsd magadat, nyugalom. Nyugalom, ne. Kis, nem teheted, gyerünk, menj onnan. Menj onnan, úgy van. Nem akarok. Szóval, sziasztok! Köszönj. Nem. Mondd, hogy sziasztok. Sziasztok. Gyerünk. Na, hangosabban. Sziasztok. Hangosabban és nagyobb lelkesedéssel. Sziasztok. Sziasztok! Így. Sziasztok.